Változatos, kiegyenlített mezőnyjáték után már az ötödik percben hálóba jutott a labda. A tolnamözsi Nagy Noémi abszolút védhetőnek tűnő lövését a szekszári UFC-ből érkező Hargas szinte bevédte. 1-0 tolnamözsnek. Akár növelhette volna előnyét a kékmezes hazai csapat, de az ittszer kimaradt, Vámosi Georgina közelről Hargas találta telibe. S ami ilyenkor lenni szokott, az most is bekövetkezett, az eddig passzívabb Astra pár perc elteltével egyenlített. A büntető területen belül cselező Astra játékost fellökte az őt üldöző hazai védő, a játékvezető megadta az egyébként megadható 7 méteres. Varga Adél a válogatott kiválósága erőből a felső sarokba zúdította. 1-1. 3 perccel később már vezetett is az Astra, köszönhetően a félegyházi csapat remekül cselező egyik játékosának, Kotának, aki egyedül mattolta remek cselekkel a teljes hazai védelmet, és a végén egy szép bokamozdulattal tette fel arra a bizonyos íre a pontot. Tolnamözs Astra 1-2. Nem sokáig örülhetett az Astra, mert egy nem éppen szokványos körülmények között született góllal újra egyenlített a tolnamős. Szabadrugáshoz jutottak a kékek. A kapuvonal előtti sorfalról még kipattant az első lövés, de másodszorra Ferenczi Krisztina lövése utat talált a hálóban. Senki sem gondolhatta a bentartózkodók közül, ez is egyébként zárkapus meccs volt, hogy több gól már nem esik, mert vissza volt még a mérkőzés kétharmada. A játék továbbra is mozgalmas volt, remekeltek a kapusok mindkét oldalon. De nem rajtuk múlott elsősorban, hogy nem esett több gól, a játék összképe alapján inkább a tolnamözsiek bosszankodhatnak majd, ha visszanézik a meccset. A jóval több kihagyott helyzet, és amiatt, hogy ezúttal a kapufa sem volt velük. Ettől függetlenül a tolnamezs megmutatta stabilitását, erejét, amivel jobb helyzetkihasználással mindenképpen helye lehet az alapszakasz végeztével a felsőházi rájátszásban a futzál MB1 végjátékában.